Köszönöm szépen. Magyarul fogom ezt megtenni, már hogy ilyen családi körben vagyunk, de megígérem, hogy nem leszek hosszú. Ezzel szemben fantasztikus dolog volt egyrészt az előadásokat végighallgatni, másrészt ezt az utolsó véleményt meghallgatni, mert szinte szóról-szóra hasonló dolgok vannak fölírva nekem is, meghallgatva a mai nap előadásait, döbbenetesen érdekes. Ettől függetlenül néhány dolgot, néhány gyakorlati dolgot szeretnék hozzátenni, és egy picit visszatérni a múltba, vagy visszamenni a múltba. Bűnmegelőzés, térérzet. Sok száz évvel ezelőtt Magyarországon a kialakult parasztházak, paraszt lakóházak, azok olyanok voltak, hogy a egyik oldalukkal a telek határon állva három egymás melletti helységet tartalmaztak. A középső helység volt, ahol a télen égett a tűz, nyáron is, mert ott lehetett sütni a kenyeret, a kalácsot, lehetett főzni, télen melegedni. Az utca felüli szoba volt az úgynevezett tiszta szoba, vendégszoba, a harmadik szoba az udvar felől pedig a családnak a fekhelyeül szolgált. Ott aludtak. Érdekes, hogy ez a középső szoba, ez volt ugye a társaságnak a szobája, itt jöttek össze, itt ettek, itt beszélgettek. Ugrunk néhány száz évet, és a 20. század közepén a lakóépületekben, amikor összejött a család egy-egy születésnapra, vagy egy ilyen kis táncos vigalomra, egy bulira, akkor ment az idő, folyt a borocska, jól érezték magukat az emberek, majd egyszer csak érdekes módon egyenként gyülekezni kezdtek a konyhában, kezükben a pohárral, és fél órán belül, háromnegyed órán belül 15-20-an szorongtak a konyhában érdekes módon, és baromira jól érezve magukat kocintgattak és folytatták az eszmecserét. Ez annyira keményen jellemző egy helynek az adottságára, hogy az 50-es években törvény szabályozta, hogy az államilag épített lakásoknak mekkora konyhája lehet, hogy nehogy ott összejöjjenek a családon vagy a társaságon belüli emberek, és különböző politikai dolgok eszmecseréjét folytassák. Ezek döbbenetes, ez így történik, szóval ez egy fantasztikus dolog. Szóval milyen érdekes dolog, ugye ezeknek a területeknek a fontossága. Megint egy picit ugorva, és elnézést kérek érte, de fontosnak tartom. 2018 nyarát, családi nyaralás, lenn a Balatonnál, a nyaralónknál, együtt a család, sok unokahála az Istennek, közülük a legnagyobb, 9-10-11 éves kislány, imádják egymást, és egész nap sportolás, amit el lehet képzelni. Estére pedig azt kapták ajándékba, hogy az épület mellett a parkunkban, tehát a kertünkben egy nagy sátrat, új sátrat fölállítottunk nekik, hogy ők hárman felnőttek nélkül aludhassanak együtt. Egész délután előszólt a kelepelés egymás mellett, egymás között a gyerekekkel, majd kezdett sötétedni, majd alkonyodni. Fogmosás, fürdés, átöltözés, és bekúsztak a sátorba. Én azért ott maradtam a környéken, tudva, hogy itt bármi történhet. 10 perc múlva kopognak az ajtón, ott áll a három kislány. Mi van, gyerekek? Bejövünk inkább. De miért? Kint sötét van és csend. Na most ugye megint milyen tipikus, jellegzetes dolog, hogy vajon ez a térérzetet hogy befolyásolja, ez a biztonságérzetet hogy befolyásolja gyerek fejjel, és ez mi módon ültethető át a mi gondolkodásmódunkba, amikor tervezünk bármit, bármilyen szinten, bármilyen nagyságban. És itt szeretném elmondani, hogy mi legalábbis én magam, amikor dolgozom, egy igen nagy csapattal dolgozom együtt. Tehát ugye ezekben a kert- és tájépítészektől kezdve a belső építészeteken keresztül a legkülönbözőbb szakemberek vannak egy csapatban, sokszor 20-30-an, hogy ha lehet, akkor
egy olyan optimális beépítést hozzunk létre, ami mindannyiunk tudását szintetizálva tükrözi. És ezt tartom a legfontosabbnak a mai előadásokból hallva, hogy alakuljon ki egy olyan szintetizációs készsége ennek a csapatnak, ugye, akinek számtalan tagját most hallottuk megnyilvánulni, aminek az eredményeként különböző módon juttathatjuk el ezeket a szakmai gondolatokat azokhoz, akiknek ezt fel kell tudni használni. A szintetizálásnak viszont nem szabad automatizálásnak lennie, tehát ezt pontosan tudni kell, hogy ki, hogyan, miként használja fel. És itt akkor utalok arra, hogy bizony itt van nálam nagybetűkkel felírva, hogy Európának az északi része, Európának a déli része, a történeti városok például Dél-Európában, a skandináv városok ugye Észak-Európában, és akkor ugorjunk egyet az Egyesült Államok területére, New Yorkba például, vagy Távol-Keletre, milyen döbbenetesen más gondolkodásmód, vallási, politikai, társadalmi háttér van a városok kialakulása mögött, történeti szinten, vagy akár az új telepítések során, például ugye az Egyesült Államokban, és mi az, ami ezeknek a városoknak a használhatóságát mai napig eredményezi, illetve kissé megkérdőjelezi, hiszen múlik az idő. És ehhez tartozik az is, ugye, hogy vajon a gyerekek részére a városok az előbb említett vagy látott előadáson belül hogyan használhatóak. Mert azok a fajta zsúfolt történeti városok, ahol gyalog alig lehet végigmenni a szűk utcákon, elképzelhetetlen, hogy azokon a területeken ugye egy kis színnel, egy kis játszótérrel vagy valami hasonlóval használhatóvá lehet tenni azokat a területrészeket, hiszen nem beszélek a levegő szennyezettségéről, zajszennyezettségről és az összes többiről, ami nemhogy oda vonzaná a gyerekeket, de inkább azt mondanák, hogy ne menjenek oda. Tehát inkább azt kell megtalálnunk, hogy vajon hogyan lehet a meglévő városainkat úgy átstruktúrálni, hogy élhető városok legyenek belőle újra. És a gyerekeket ebbe bizony bele kell vonni 100%-ban, és itt értem el megint egy hallatlanul fontos dologhoz, hogy a gyerekek véleményének meghallgatása már helyből egyfajta nevelési rendszer a gyerekek felé, hiszen indirekt módon ők megkapják, hogy figyelnek rájuk a felnőttek, és ez nekik mennyire jó. És ahogy nőnek a gyerekek, úgy kell egyre inkább bevonni őket a különböző családi, de ha úgy tetszik, az ő szintjüknek megfelelő társadalmi dolgoknak a megítélésében, és nagyon fontos, hogy a felnövekvő új generáció gondolkodásmódjában benne legyen az, hogy vajon ez a környezet, amiben fölnőnek, ahol majd az ő gyerekeik nőnek föl, hogyan válhat, hogyan maradhat élhetővé. Alapkérdése ennek a mai világnak, mert ha ez nem így történik, akkor mi már ezt nem fogjuk megérni, de sajnos nagyon rossz fele megyünk. Tehát itt a biztonsággal együtt egyfajta élhetőséget is kell tolmácsolnunk mindenek előtt és mindenek mellett. És ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy az óvodától kezdve a gyerekeknek egy olyan indirekt módon kell átadni, hogy fölnőve nekik teljesen természetes legyen, nem gondolkodva rajta, hogy ezt így megoldják. Halatlanul fontosnak tartom. Ugyanígy fontosnak tartom azt is, hogy a felsőoktatási rendszerünkben megjelenjen valamilyen, megjelenjen az a fajta gondolatiság, ami ma itt elhangzott. Ugye ennek a tolmácsolása megint csak az építészek, városrendezők és az összes többi ember felé, mert nem csak nekik kell ezzel foglalkozni, hanem az épületgépészektől kezdve mindenkinek, aki valami módon hozzájárul egy város, egy település fejlesztéséhez, biztonságossá tételéhez, a levegő szennyezettségének a csökkentéséhez, és nem megyek tovább, azoknak ezt a gondolatot tudniuk kell, el kell sajátítani, és fontos, hogy ez számukra is fontos legyen. És még egy dolog, ugye itt elhangzott egy párszor, hogy,
hogy vajon az építészek miért nem használnak ilyen padot, meg olyan. Szóval egy dolgot tudomásul kell vennünk. Fogyasztói társadalomban élünk. Jó magam még kőkeményen gyakorló építész vagyok, és a megbízóinkat egyetlen egy dolog érdekli, az eladható négyzetméter. Akár irodában, akár szállodában, akár lakásról van szó, és baromira nem érdekli őket az, hogy ezzel az épületen belül, mondjuk a lakható, használható terek, hogy milyen módon romlanak el. Nem is értik, nem is érdekli őket. Az, hogy mondjuk milyen padok kerüljenek a játszóterekre, és itt, amelyik külső szállító a legjobb ajánlatot adja, azt a padot fogják oda betenni, és ha én megszólalok, akkor, hogy mondjam csak, nem mondok inkább semmit. Szóval igen, igen nehéz helyzetben vagyunk mi, akiknek a nevéhez fűződik települések, területrészek, épületeknek a tervezése, hogy meg tudjunk felelni egyrészt saját magunknak, minden reggel szembe tudjunk nézni magunkkal a tükörbe, a társadalomnak és a leendő felnövekvő nemzedéknek. Szóval ezt szeretem volna elmondani, és én nem is akarok most már tovább belemenni a dolgokba. A lényeg az, hogy a gyermekeken keresztül próbáljunk meg olyan módon elérni egyfajta gondolkodásmódot, amit az előbb említettem, továbbá a felsőoktatási szinten itt Magyarországon próbáljuk megteremteni. Számos dolgot szerettem volna még elmondani, de elment az idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma itt előadott, hogy egy csomó értékes gondolattal ajándékozott meg minket. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a mai napot.